Sziasztok! A következő történet jól példázza a feltétel nélküli hűséget, lojalitást. Megmutatja, hogy két nő kapcsolata milyen erős lehet, még annak ellenére is, hogy nagyon nagy a társadalmi különbség közöttük. Szóljon ez a történet Erzsébet királynőről, azaz Sisziről, és a magyar társalkodó nőjéről, Ferenczi Idáról. Erzsébet 1863-ban elhatározta, hogy megtanul magyarul, ezért magyar tanárt fogadott. Egy évvel később pedig magyar társalkodónőt vett maga mellé, Ferenczi Ida személyében, mindenki nagy megrökönyödésére. A szóbeszéd szerint, amikor társalkodónőt keresett, az elé terjesztett listáról a legutolsó nevet választotta ki. Megnézte az arcképét, majd azonnal magához is rendelte az ifjú hölgyet. Hogy az egyszerű kisnemesi sorból származó Ferenczi Ida neve egyáltalán hogyan került fel a listára, az mind a mai napig vitatott. Az udvarhölgyek meg voltak sértődve, szóba se álltak Idával sokáig. Senki nem értette, hogy mit keres a bécsi udvarban, ráadásul a császárné legbelsőbb szolgálatában egy vidéki köznemes lánya. De a csoda megtörtént. Az a nő, akinek neve alacsony származása miatt fel sem kerülhetett volna az ajánló hölgyeket tartalmazó listára, nos ez a nő, Európa egyik nagy hatalmának, az osztrák monarchiának az udvarába került, mint a császárné társalkodó nője, s hamarosan annak barátnéjává vált. Nevét nem sokára megismerte és tisztelte az egész ország. E név, Ferenczi Ida, ajtókat nyitott meg, kapcsolatokat épített, politikusokat, írókat szólaltatott meg. Ferenczi Idának nem kis része volt abban, hogy Erzsébet közel került a magyarokhoz. Megszerette őket, és sokkal inkább volt a magyarok szeretett királynéja, mint Ausztria császárnéja. Ki volt hát ez az idáig ismeretlen kisvárosi lány? Ferenczi Ida Kecskeméten született 1839-ben egy hadgyermekes vidéki kisnemesi családba. A neveltetése olyan volt, amilyen. Sok lehetősége nem volt a tanulásra. Kecskeméten a lányok felsőoktatásban nem részesültek. Abban az időben egy vidéki kisasszonyról egyébként is azt tartották, hogy tanuljon meg írni, olvasni, esetleg még németül, és menjen jól férhez. Esze pedig elég, ha annyi van, hogy ne álljon a csorgás alá, ha esik. Ida mégis több volt ettől, hiszen felsőbb iskola híján autodidakta módon gyarapította a tudását. Saját magát ajánlott a felolvasónak, Karlovszky Gusztávné, Mickey Ida írónő mellé, aki észrevétlenül csiszolgatta Ida szókincsét és jellemét. A család által várva-várt kérő csak nem akart jelentkezni. Ugyan melyik férfi az, aki szereti az okos nőket? Így Idácska 25 éves korában még pártában volt, ami akkoriban bizony már szégyennek számított, különösen vidéken. Egy valamire való lány csak el kell 20 éves koráig, ha nem, akkor már félő, hogy úgy marad. Lehet, hogy ez a gondolkodás is közrejátszott abban, hogy Erzsébet királyné felhívására semmit sem gondolkodott. A császárné közvetlen szolgálatában ugyanis csak hajadonok lehettek, férjes asszonyok nem. Ida önként mondott le a házasságról, a gyermekről, saját családról, hogy az akkor még számára ismeretlen asszonynak a magyar társalkodó nője legyen. 1864-ben találkozott Erzsébet Ferenczi Idával először, és ez az audencia sorsdöntő volt mindkettőjük számára. Nem csak Idát bűvölt el a császárné szépsége és intelligenciája, de a császárné is azonnal megszerette Ida közvetlen, természetes egyéniségét. Könnyen elképzelhetjük, mit jelentett a kecskeméti fiatal lánynak Európa egyik legkonzervatívabb udvarába kerülni. Az udvarban, aki nem tudott felmutatni legalább 16 arisztokrata őst, az nem számított sokat. Ferenczi Ida pedig csak egy nemesi családfát tudott felmutatni, nem többet. De a császárnénál többet számított az emberi érték, mint a származás. Ezért kedvelte jobban Idát, mint bármelyik gőgös arisztokrata hölgyet. De az udvari életnek szabályai voltak. Bármilyen közel is állt a császárnéhoz, köznemesi származása miatt nem lehetett udvarhölgy. Így nyilvános megjelenéseire sem kísérhette el, aki ilyenkor hosszú, bizalmas leveleket küldött neki, amelyekben sokszor írt arról, hogy mennyire hiányolja őt. Idát pedig kinevezték a Brünni alapítványi hölgyé, majd később megkapta az ő felsége felolvasó nője címet. Erzsébet, aki mindig vonzódott a magyarokhoz, Idán keresztül még jobban megszerette Magyarországot és a nyelvet,
megismerte Deák Ferenc és Andrássy törekvéseit, ami hozzásegítette annak a politikai ténynek a felismeréséhez, hogy ki kell egyezni a magyarokkal. Ida úrnője minden titkát ismerte, ő bonyolította a magyarokkal történő levelezését. De azt is megtudhattuk a levelezéséből, hogy karcsúsága megőrzésében is segítségére volt a császárnénak. Sziszi egy időben csak tejet ivott, Ferenczi Ida pedig magyarságot létesített, hogy a legjobb forrásból elégíthessék ki a császárnő különleges étkezési igényeit. Szobái a Burgban és Gödöllőn is közvetlenül Erzsébet szobáihoz csatlakoztak. Amikor Erzsébet hosszú utazásaiból megtérve magányosnak és szomorúnak látta a császárt, így szólt Idához: a császárnak barátnőre van szüksége. Ez a barátnő Srat Katalin, a Burg Theater színésznője. A feltűnés elkerülése véget Ida lakásán keresztül jár be a Hofburgba. Gyakorlatilag Sziszi segített a férjének szeretőt találni, hiszen addig is nyugta volt tőle. Ida tudott hallgatni, a pletykákban, intrikákban nem vett részt. Ezzel kiérdemelte Ferenc József nagyra becsülését és tiszteletét is. Erzsébet már fia halála előtt is sokat utazott, de Rudolf halála után az útjai még gyakoribbak lettek. Nem a császárné utazott már, csak egy megtört szívű anya, aki felejteni akart, de nem tudott. Ida gondolatban fájó szívvel kísérte a bolyongásaiban szomorú szívű királynőjét, és várta a leveleket, amelyeket a királyné kíséretének tagjai buszkon küldözgettek. A genfi tragédia porig sújtotta. A saját szavai szerint: Erzsébet királyné életével mindent elvesztettem. Ezekben az években veszítette el testvéreit is, Ida árva lett a szó fizikai értelmében. Közösen végezték Mária Valéria főhercegnővel azt a szomorú munkát, hogy ki milyen emléket kapjon a királyné személyes tárgyaiból. Úgy tűnt, Mária Valéria édesanyja halála után még közelebb került Idához, látva annak őszinte, mély bánatát. Ferenczi Ida 30 hosszú évet élt még a királynéja halála után. Az ő emlékének él tovább, ő volt a szervezője az Erzsébet királyné emlékmúzeumnak. Hármas hölgybizottság járult az idős császár elé 1907-ben, kérve, hogy a budai várban létrehozhassanak egy Erzsébet múzeumot, és ennek részére engedje át a császár a bútorokat és emléktárgyakat a királyné lakosztályából. A császár Idát bízta meg, mint leginkább illetékes a tárgyak válogatásával és a múzeum intézésével. A megnyílt múzeum igen látogatott volt, és a kiállítási anyaga is egyre bővült. Sajnos a múzeum a II. Világháború alatt komoly kárt szenvedett, de ezt Ida már nem érte meg. Hosszú élete során meg kellett érnie a királyné legkedvesebb gyermeke Mária Valériának a halálát. Majd sorra veszítette el társait, akikkel együtt szolgálták a királynét: Nopcsa Ferenc főudvarmestert, Festetics Mária grófnő, majd a kedves Majlás Sarolta grófnő után 2 héttel Ida is elment 89 éves korában. Bécsben hunyt el 1928-ban, közmegbecsülésben és a magyarok által tiszteletben eltöltött évtizedek után. A kecskeméti Szent Háromság temetőben nyugszik, a Ferenciek kriptájában. Köszönöm, hogy meghallgattad Sziszi és társalkodónője Ferenczi Ida történetét. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!